Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Szepesi Tibor, a Dériné Kulturális, Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatója. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást! A Fidesz-KDNP polgármester jelöltjeként az elmúlt időszakban végigjárta a Karcag utcáit, tereit, intézményeit. A segítőivel, ahogy a különböző média felületeken keresztül láthattuk, nem csak a fejlesztés lehetőségeiről, de a megoldásra váró problémákról is szót ejtettek. Melyek voltak a tapasztalatok? Igen, valóban képviselőtársaimmal jártuk végig mindenkinek a saját körzetét, természetesen a saját körzetemet is megnéztük a polgármester úrral, hiszen azt gondolom, hogy minden képviselő a legjobban a saját körzetét ismeri kell, hogy ismerje. Ott tart kapcsolatot az ott lakókkal, őket keresik ügyes-bajos dolgaikkal, amelyek, ahogy ön is mondta, nem csak a fejlesztéseket, hanem azokat a mindennapos ügyes-bajos dolgokat is felszínre hozzák, amelyeket természetesen egy képviselőnek, egy képviselőtestületnek vagy egy önkormányzatnak meg kell tudnia oldani. Ezeket a problémákat beszéltük át, természetesen azokkal a lehetőségekkel, amelyek a további fejlesztést is magukban hordozzák. Nagyon sok olyan ötlet jött egészen alulról, mély szintről, a karcagiaktól, az ott lakóktól, amelyeket aztán a képviselők fölkarolnak, és hát nyilván eddig is fokozott figyelemmel voltunk az önkormányzatban ezekre a problémákra. De azt gondolom, hogy nyilván egy választás közeletével ezek újra felerősödnek, újra hallatják a hangukat, és talán újabb lehetőséget biztosítanak arra, hogy meg is valósuljanak. Azok a fejlesztések, amelyek jelenleg is zajlanak, azok egyfajta megnyugvásra adnak okot, hiszen szépen, folyamatosan, ütemezetten a saját ritmusukban zajlanak, mindez szolgálva a karcagiak további lehetőségeinek bővülését, a kényelmi szempontokat, gondoljunk csak a piacra, az oktatási feladatokban nagyon sokat jelentenek, az utak állapota, a járdák fejlesztése, én mind-mind azt gondolom, hogy a karcagiakat szolgálják. Ezeket a fejlesztéseket is megnéztük, és természetesen arról is beszéltünk folyamatosan, hogy hogyan lehet folytatni, milyen forrásból lehet ezeket folytatni. Aztán meglátjuk, hogy mire lesz majd lehetőségünk. Én azért bízom abban, hogy azokat a problémákat, amelyek nem elsősorban anyagi forráshoz kötöttek, hanem egy kicsit azon múlnak, hogy mennyire tudjuk összehangolni erőforrásainkat, azokat gyorsan meg tudjuk oldani. A nagyobb problémákra pedig természetesen keressük majd a megoldásokat. Polgármester jelölt úr, mi az, amit mindenféleképpen meg szeretne valósítani az elkövetkezendő években? Nagyon sok ötlet van bennem is, és természetesen a képviselőtársakban is nagyon sok ötlet megfogalmazódott. És nagyon sok ötletet kaptunk az internetes felületeken keresztül, személyes beszélgetéseken át a karcagiaktól, egészen a legfiatalabbaktól kezdve a legidősebbekig. Tehát nagyon nehéz lenne felsorolni azokat az ötleteket, javaslatokat, amelyeket mindenképpen meg szeretnénk valósítani. De én azt gondolom, hogy magát a város egészét kell mindenképpen tekintenünk. Tehát folyamatosan figyelnünk kell az úthálózatra, a csapadékvíz elvezetésre, a szennyvízhálózatnak a már megkezdett fejlesztését természetesen folytatni kell a továbbiakban is. De gondolhatunk itt a fiatalokra, a családoknak a lehetőségeinek a bővítésére, tehát nagyon sok olyan elképzelés van, amely egyenlőre kavarog a fejemben, és hát természetesen majd amikor már látjuk a megoldásnak a lehetőséget, látjuk azokat a forrásokat, amelyeket ehhez hozzá tudunk rendelni, akkor majd kristályosodnak. Az az út, amin jár Karcag az elmúlt 30 évben, az azt gondolom, hogy jó. Jó irányban haladunk, nagyon jól lett meghatározva az elmúlt évtizedekben Karcag fejlődésének a jövője. Ezt kell egy kicsit talán dinamikusabbá tenni, és megtalálni hozzá a forrásokat. Miért fontos az, hogy most vasárnap, szeptember 27-én reggel 6 és este 19 óra között az emberek elmenjenek az időközi választásra?
Ugye két választás lesz a vasárnapi napon, az egyik a polgármester választás, a másik pedig az ötös számú választókerületben az önkormányzati képviselő választás. Én azt gondolom, hogy elsősorban állampolgári joga mindenkinek, és talán mondhatom azt, hogy kötelessége is, hogy hangját hallassa, leadja szavazatát. Én azt gondolom, hogy a mi számunkra azért fontos, hogy egyfajta olyan megerősítést kapjunk, felhatalmazást kapjunk, minél nagyobb arányban mennek el szavazni a karcagi választópolgárok, amely azt fogja mutatni, bizonyítani, hogy számítanak arra a munkára, amelyet elkezdtünk és amelyet mi folytatni szeretnénk, egyrészt városi szinten, másrészt pedig a körzeti képviselő választással azt gondolom, hogy a körzetben is azt a munkát szeretnénk folytatni, és erre kérünk további felhatalmazást, hogyha a Fidesz-KDNP jelöltjeire szavaznak, hogy tudjuk folytatni ugyanazzal az erővel, összetartással és egységgel, amelyet az elmúlt években, évtizedekben is folytattunk. Köszönöm az interjút. Köszönöm én is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!